Takro gyájna haver, ez az én váram lesz. Jó, most srácok, innentől átvesszük. Ám emberek, üdvözlök mindenkit a felismerhetetlenség felszabadult bizánci birodalomban. Folytassuk Crusader Kings 3 végigjátszásunkat. Azért nevettem, mert az én területeim is három részben vannak konkrétan, hát elég, hát viccesen néz ki. De ezt kell szeretni. Sajnos. Túl sok mindent nem tudok csinálni. Who the hell is Satrap? Véget ért ezzel a béke? Mondjuk ezzel a, most már pont nincs dolgom ezzel a taggal szerintem. Ja, nincs rá kasszus bennem, úgyhogy csá. Viszont Vukovárt beklémelem. Ha már itt tartunk. Amúgy már a 15. századot tapossuk. Nem tudom, kinek tűnik fel a dolog. Jó. Oké. Menjünk egyet. Zarándokolni. Csak a szokásos videó elejé zarándoklat. Menjünk Kölnbe. Ott már régen voltunk. Italokkal kínálgattak engem itt út közben, de elfogadtam, de nem lett semmi bajom. Véget ért, otthon vagyunk, remek. Legvan Vukovár a claim is. 10 000 fegyveres választ meg engem, hogyha kell. Isten a királyból idéztem, ha valaki nem tudná, de amúgy tényleg 10 000 fegyveresen van. Aminek én örülök. Ellenfelemnek pedig... Pedig 4 000, de szövetségesei kellemetlenkedhetnek még. Akkor már Somogyot is beklémelem, ha már itt tartunk. Nem tudom, honnan szerezhetnék még több embert, mit kéne csinálnom. Hát mondjuk... Eladlak téged. Jó, pénz megvan. Kunyarálunk a pápától. Eski buszjegyre kell. Őt be tudom börtönözni, nem tudom, hogy miért. Adulterer. Megszökte a házasságot. Hát de én is adulterer vagyok. Akkor engem is be kéne börtönözni? Hát mondjuk lehet, hogy valaki úgy gondolja, hogy be kéne börtönözni. Nem tartom kizártnak. Oké. A feleségem. Barátok lettünk a feleségemmel, hát ez talán nem hátrány. Jobb, mint ha ellenségek lennénk. Hát a jó magyar nevet kell neki. Mondjuk Ödgrim. Csodás. Hülye gyerek mindjárt felnő. Hát egy teljesen közepes képességű. Csávó lesz belőle, ha minden igaz. Mikor van a szülinapod? Októberben. Ez nem sokára itt van. Jó, Somogyot is beklémeltük. Mi van? Ja, igen, Somogyot is beklémeltük. Na, felnőtt a gyerek. Aki egy legitimizált fattyú, nem baj, nem baj, legitimizálva van. Innentől senkinek nem lehet egy büdös szava sem. Vele tudnék szövetséget kötni, de ő kicsoda, valami lengyel, akkor nem érdekel.
valami kétterületes lengyel apcsá. Nem hiányzik, hogy behívjál itt a végtelen háborúidba. Ugye azt már ismerjük, hogy milyen, amikor valami lengyel szövetségesünk van. Tudjuk, milyen érzés. Mi van? Kultúra leszámolás. Most of the communists living in Marzapante, Bologna. Nézzük meg, milyen rendszerünk van, hogy már marzapanteink vannak, na mindegy. Tehát az olaszok itt hisztiznek, hogy van valami izé. Hadd maradjanak olaszok, nem fogom a magyar átkonvertálni őket. Azt mondja, egy hülye gyerek lett itt hatalmon, amit én lehet, hogy ki tudok használni. Aha, én ezt aljas módon ki is fogom használni most azonnal, úgyhogy... Legyen háború! Kezdjük somogyja! És szerintem megint elfelejtettem még több trebusetet, igen, még mindig csak 6 darab trebusetem van, jó? Ez nagyobb váratnál már gond lehet. Ugye? Mint például Trikiánánál, nem tudom, hogy van ilyen magyar település, hogy Trisziánál, nem tudom. Fogalmam sincs, ha valaki tud valami ilyesmiről, az mondja meg nekem. Közben megjöttek itt a horvát úri emberek. Aminek én annyira nem örülök. Felveszünk pár lovagot. Kirúgunk pár tehetségtelent. Mondjuk őt meg őt. És akkor remélem, így most már nem ti vagytok a lovagok? Nem tudom, mindegy. 10 000 emberrel jön. Nagyon sok Livia van, nekem is, mondjuk nekem több lovagja van. Nekem több a nehéz gyalogosom. Neki több a pikása, több az íjásza. Lovasa viszont nincs, vagy hát nagyon kevés. Vagy hát kevesebb, mint nekem. Nincs előcsatározója, viszont ő már ágyukkal jön. Nem biztos, hogy be kéne vállalnom ellene egy nyílt ütközetet. Nem biztos, hogy be kéne vállalni egy nyílt ütközetet ezek ellen. Nyíl eső banda. Nem tudom kiket. Szent kompániáját. Mondjuk a lovagjai ennek rohadt jók. Sok lovasuk van. Számszeriász is. Jó, béreljük fel őket. Kicsit várjunk. Összevonom a sereget. Nem akarok egy folyó átkelést kockáztatni. Ha már itt az lesz, ha átkelek, ugye? Így nem akarok ütközetbe menni. Folyón átkelve az ostobaság lenne. Az a baj, hogy már lokkolódott a movementem, úgyhogy igen. Ó, bassza. Jobb commanderjeik vannak. Több a Man-at-Arms. És még a terep is nekik kedvez. Domoszót kéne kineveznem. Domoszlót kinevezem a parancsnoknak erre az ütközetre. Remek stratéga és nehéz terep szakértő, tehát hegyeken és dombokon, tehát ha most megyünk, ott elméletileg kiegyenlítettebb lesz a viszony így.
De még mindig jobb commanderjük van, de nem baj, most már legalább the chances are even, tehát nem negatív, ami már jobb. Szerintem, mindegy, ezen a csatán elég sok fog múlni, én azt gondolom. Ez nem egy eldöntött dolog szerintem, outliving a child. Sebastiánt megölték a csatában. Fú, ki vagy te? Ja, ez csak a parancsnok, jó van. A kurva anyátokat, jó, nem baj, van még gyerekem elég. Nem baj. Nem baj. Jó, 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 úgy tűnik, hogy győzedelmeskedünk. Jó. Jó, jó, le van győzve, le van győzve. Álljunk is neki Vukovárt ostromolni akkor. Legyőztük csatában ezt a rohadékot. Várjunk csak, kineveztek Stevárnak? Úristen, olyan pozíciót kaptam, hogy az értem is, mi van itt? Mi lesz még? Nem omlik össze a birodalom? Ja, várjozom, elkéstünk. Á, mindegy. Gyerünk emberek, foglaljuk el Vukovárt gyorsan. Jó, Vukovár elbukott. Csak ott meg... Szigetvár. Igen, szerintem Szigetvár. Szigetvár bukott be. Nem baj, visszafoglaljuk. Szigeti veszedelem. Meghalt egy riválisom, csodálatos. Most ez itt ki a pöcs? County of Veszprém. Mi közön van ehhez a csávóhoz? Ja, direktbe Bizánccal háborúzik. Hát ez marha jó. Hát ez csúdi jó. Mit akartam még elfoglalni? Ezt itt azt hiszem, ugye? Csak ott tudok átkelni? Hát akkor átkelek ott. Itt mit tudok ostromolni? Ja, az enyém, hülye vagyok, bácsot akartam elfoglalni. Csodálkozok, hogy nem tudok ostromolni saját területet, hát... Nem is tényleg, nem is tudom miért. De kell egy marsal. Elnézést, emberek. Túl jó embereim sajnos nincsenek. Hát... Őt ide berakjuk. Neki meg tudom tiltani, hogy eszébe se jusson tábornokoskodni, meg ilyenek? Elnézést, emberek, de ez nem megy. Na, tehát te meg tudom tiltani neki, hogy beálljon tábornokoskodni? Biztos meg tudom tiltani, csak hülye vagyok és nem jövök rá, hogy hogyan kell. Na mindegy, reméljük akkor túléli a háborút. Na, ezt is elfoglaltuk, akkor gyerünk irány vissza. Sziget várva. Nem bírják elviselni, hogy nem az övék. Legyőzzük őket még egyszer, 100%, jó! Oké. Ó igen, ó igen. Na, végre valami, legalább valami egységes tömböt kezd alkotni az uradalmam. Jaj ne, ezekről elfelejtkeztem! Ó, Istenem! Ezek itt az én területeimet akarják? Hát csesszétek meg akkor. Azaz, húzzatok is el onnan, parasztok! Csak legyőzöm őket. Több katonám van, ennyi.
Világháborúban megtanultuk, hogy ez számít. Az nyer, akinek több katonája van. Ilyen egyszerű. Marsalnak közben megint kampó. Jó, most már takarodjatok a határon mellől. Na! Sok területen van, aminek én nagyon örülök. Természetesen rengeteg régi területet is visszaszereztem, vagy vissza is szereztem. Te független vagy. Hát várjál már. Hát akkor téged beklémellek. Ha független vagy, jó, megint itt van. Valamit nagyon szeretne tőlem. Jó, valaki szerencsére itt kiüldözi az országból, úgyhogy le is győzik, jó van. Nos, hát sokan ismerik a Borkolán dinasztiát. Hoppá. Itt a világon. Még egyet, ezt kéne majd még kifejleszteni, vagy betolni. House Guard. Na mindegy, fejlesztjük a hadsereget. Ugye... ez a háború ráébresztett, hogy... jó, tehát rákos vagyok, ami azzal jár, hogy... kevés leműtötte a nő a fél arcomat. Megsebesültem, kivágta a szememet, nem tudom, jó. Tehát ráébresztett ez a háború arra, hogy rettenetesen gyenge menatárszaim vannak. Aha, bombárdokat én is tudnék már. Jó, akkor trebuseteket nyugdíjazom. Legyünk itt, csináljuk egy modern hadsereget. Bombard. Egyenlőre legyen mondjuk 8 bombárdom. Az már egy... az még, az már, már jobb, mint a... mit tudom én. Már jobb, mint a 6 darab trebuset szerintem. De nem baj, meg kell becsülni a trebusetet. Ó, ő ki? 300 aranyat ér, biztos van, hogy főmufti. Kérjünk megint pénzt a pápától. Természetesen ezúttal is szigorúan buszra. Semmi másra. Ez a Holy Roman Empire az... ez kemény, lehet, hogy hozzájuk kéne átpártolni. Mindenből pénzt lehet csinálni, meg hatalmat emberek. Jó, az ijászok a skirmisherek ellen jók. Nekem ugye vannak skirmishereim, vagy nem? Itt használtam volna. Aha, Lightfootman. Lightfootman counters these types. Heavy infantry. A heavy infantry ellen jók a könnyű gyalogosok. Jó. Ezeknek a számát toljuk fel egy 1200-ra, egy 1100-ra mondjuk. Lovasság. Konni. Minden ijász ellen, mindenféle ijász ellen jó könnyű lovasság. Azt toljuk fel 600-ra. Lángyásokat, azokat 1200-ra, szánszeriászokat pedig, amíg a pénzem engedi, 500-ra, jó? Lehet egy kicsit túlköltek ezen, de nem érdekel. Úgy különösebben. Megmondom őszintén. Bízom benne, hogy vissza fogja hozni az árát a dolog. Hódítások van. Na, lovagok! Tudok venni egy 15-öset, az el kell...
bocsátana mondjuk az ötöst. Jó. Ha már itt volt az udvarban. Jó. Ezzel a loserrel még mindig nem akarok szövetséget kötni. Szóval vannak gyerekeim, akiket nem edukálok semmilyen szinten. Ami probléma lehet. Jó. Úristen emberek, ezt lehet, hogy nem látjátok, sőt biztos nem látjátok. Három háborút vív a bizánci birodalom jelenleg. Abból mind a hármat nyerésre hívja jelen helyzetben, ami bizánciakról beszélünk, szóval na, azért meg kell becsülni. Atyaik, mi történik itt? Kárpátiában egy elég combos felkelés van kibontakozóban. Vagy hát már zajlik a felkelés, nem baj. Minket ez annyira nem izgat. Na. Avarikiaszok lettünk, ami gold-gold-goldot jelentett, mindenből rohadt sok adót kapok, és plusz két stewardship-et. Most ugye ő az örökösöm, aki szintén egy stewardship fókuszra ment, ha jól látom. Az jó. Stewardship fókusz. Neki valahogy meg is kéne tiltanom rögtön, hogy lovag legyen. Mondjuk azt szerintem itt tudom elintézni. Humphrey, your son and heir, forbid. Nem leszel lovag. Jó. Tehát így remélem nem is fog harc közelébe kerülni. A gyerek. Velencével áll szövetségben a kárpátiai uralkodó. 20 ezer ember tudna felvonultatni, nagyjából én is annyit tudnék. Jó, mindenféle update-eket akkor itt szerte a királyságban megrendelünk, amit még tudunk. Jó. Mohács. Ott is építünk, mondjuk az nem közvetlenül az enyém, de akkor így besegítünk építkezni. Elég gyorsan építek, basszus, 3 hónap most már ugye. A játék elején még ilyen 12 vagy 20 hónapokat kellett várni egy-egy építkezésre. Közben itt folyamatosan küzdök a betegségeimmel, meg a sérüléseimmel. Az egyik gyerekemet Hát jó. Tehát őt neveznék ki az uralkodó az egyik gyerekemnek a gyámjául nevelőjéül. Hát jó, menjünk vele most. Ápoljunk jó viszonyt legalább egy valakivel itt a királyságban. ezer embert állítottam ki. ezer ember, az elég sok. Ágyúból rendelek még kettőt. Négyet. Nincs több pénzem, akar csak hármat. Jó, viszont nehéz gyalogost még el tudnék képzelni egy keveset ebben a seregben. Ahogy számszerű azt is, jó, majd egy kicsit több pénzem lesz, akkor visszatérünk majd nyugodtan. Ah, ingyen buszjegy, na!
Szóval annyira könnyen így pénzhez jutni. Közben állítólag felnőtt egy-két lányom. Hát neki elég negatív képességei vannak, akkor őt eladjuk jó messzire. Valami nem tudom. Fogalmam sincs. Hát akkor már inkább használjuk fel egy szövetségre. Gascon, Lillingsworth, ezek nagyon messze vannak. Visby, Lancaster, Mercia, miért ilyen angolok vannak itt? Kingdom of France, na mondjuk ez jól jöhet. Francia királyhoz hozzáadjuk az idióta hülye lányomat. A jobbik lányomat pedig... ez nem is lány. Jézusom, lánynak néztem. Jó, ilyen hosszú hajú hippi. Mindegy. Tehát akkor a jobbik lányomat, aki most már tényleg lány, azt meg, nem is tudom, azzal meg idehoz, bepróbálunk idehozni az udvarba valami menő embert. Mondjuk ezt a Doroteos Schuemenost. Ő elég dugmájónak tűnik. Call to war, a franciák már visszajelnek itt a... már visszajelnek itt a házassággal. Jaj, ki kell háborúznunk. Most tudom, melyik az annyi van itt alul. Aha, jó. De most is én rézelem ezt a sereget, itt kb. 60-nal fog levenni havonta a pénzem. Nem, csak 20-szal, jó, hát ez teljesen vállalható. Na akkor még egyszer, hol az a háború? Passau és Regensburg fel. Ja, itt ilyen pirosak körül is vannak véve, jó. Gyerünk oda. Mondjuk ennyi embert nem fog elbírni a... a dolog, úgyhogy ketté szedem a sereget, és két külön célpontra küldöm őket. Tehát itt a supply limit az... nem a legjobb. Na mindegy. Ágyukkal lőjük a falat. Ott közben megjelent egy barátságos 30 ezer fős hadsereg, úgyhogy... nagyon szép volt ez a Németország, úgyhogy most inkább nem tudom, hazamegyek. Itt már láttunk eleget. Ne! 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 Az anyádat! Ó, cseszd meg! Jó, ki kell vonulnom az ütközetből, ez így nagyon nem lesz jó. Jó, talán a sereg nagyon nagy részét meg tudtam menteni. Na. Igen, na végre. Jó, fú, hát ez... nekem nem mennek ebben a játékon az ilyen expedíciós... hadműveletek, ami megmozdulások. Ez sajnos... a föltűnt. Jaj, hogy nekünk kevesebb emberünk is van. Oh, I see. Hát ez nem jó. Közben itt valamiért elvesztettem Ravennát meg Ferrarát. Nem baj, már hozzászoktunk, hogy itt random máshoz kerülnek a területeim, már így igazából. Már így nem hozlázva. Hát igen. Na, tűnjetek innen. Amstettennél elvesztettem a csatát. De legalább nőtt a contribution-em, úgyhogy most már nem mondhatja azt a francia uralkodó, hogy... hogy máshogy kellett volna. 3000 embert vesztettem, ők 2500-at. Vagy hát 4000-et vesztettem, bocsánat. Hát, ez baj. Na, nézzük a fiamat. Kéne neki egy feleség lassan. Ki legyen. Mind a ketten greedik lennének legalább. Mondjuk nincs olyan trétjük, ami ellenkezne a másikkal. Úgyhogy ja. Anna bajor hercegnő. Gyerünk. Vagy nem tudom, hogy hercegnő, de... most már az. Ja.
Én szerintem nem megyek oda. Szóval én nekem egy részemről ez a háború, ez így kifújt. Így ennyi volt, lefőtt a kávé. Nekem ez így nem éri meg mostantól. Ez te független? Független. Nézz oda. Klémem is van rá, nézz oda. Ezt a véletlen. Van klémem. Na ezt viszont akkor itt lenyomjuk. Na, gyere már! Most... Érted, 3 perc van, amíg elindult. Breach van a falon. Az jó. Ki is erőszakoljuk a győzelmet. Vagy hát a megadást úgy, hogy... Jó. Jó, én legalább itt zsebeimet tömködöm, amíg a francia kollega az addig kifúj. Á, vesztettünk a csudiba! Á, fenébe! Jaj, megint behívott, jaj Istenem már! Ezért utálok szövetséget kötni. Visszajönnek a jó indulatommal. Dusa egy... Ide vele, dusa baranyával. Abban a pillanatban. Dusa baranya megvan. Primogenitúrát be kéne vezetni valahogy. You have one or more powerful vassal who have negative opinion of... Oh, bassza meg. Nem jó. Valahogy... Jó viszonyt kellene a vazalusaimmal kialakítanom. Csinálunk egy feastet. Rendezünk egy vacsorát. Csak hogy itt nőjön a birodalomon a megbecsültségem. Remélem, hogy ezt már el tudja intézni egyedül a királya. Van 3000 ember az ellenfélnek, az semmi. Na, végre a baranyai hercegi cím is visszakerült hozzánk. Ah, végre. Hú, ne tudjátok, hogy milyen jó érzés. Meghaltam. 58 évig uralkodtam, 63 évesen haltam meg, az azt jelenti, hogy 5 évesen kerültem hatalomra, ami nem rossz. Na nézzük, hogy a fiam ezt túl tudja, hogy felül tudja múlni. Mondom, elvesztettem egy valak címet. Lukát, Toszkánát, Spoletot, jó, azok mondjuk nem érdekelnek, inkább itt Magyarországra fókuszálnak, vagy magyar területekre, és magyar környéki területekre. Jó, ez annyira nem gáz. A sereg megmaradt. A sereg megmaradt. Viszonylag sok területet tudok irányítani majd. Úgyhogy igazából teljesen jó minden. Azt kell, hogy mondjam. Bácsban megszilárdítjuk a hatalmunkat. És újra elkezdünk klémelgetni, és megint rendezünk egy lakomát rögtön. Hogy jó benyomást keltsünk a vazalusok körében. Kidobhatnám a feleségemet a lakomáról, de nem fogom. Inkább Szófiát nyugtatgatom le. Jó. Feleséggel jobban vagyunk, gyerek még nincs, de a feleség már van, az az a lényeg. Ja,
háború nyerésre visszük, vagy hát viszi a francia uralkodó. Túl sokat nem teszek hozzá. Simán legyen ez. Itt a feleségnek is most három funkciója, szerencsére. Nem, mint egy tanácsban betöltött funkciója, mint nem úgy, mint a CK2-be. Hogy csak akkor tudtam kinevezni, hogy éppen Spy Mastery pozíció üresen állt. Itt már rendesen asszisztál. Így egy bizonyos százalékát providolja nekem, vagy hát így a tanácsban, és akkor ez megnöveli a befolyásunkat, meg hát az irányítási képességeinket. Én komolyan mondom, hogyha elfoglalja ezt Ausztria, vagy hát a Holy Roman Empire, én meggondolom, hogy átpártolok hozzájuk. A bizánci birodalom, amiben vagyok, az kvázi nem létezik. Nézzétek, hogy itt van Észak-Afrikában három részben, itt van a Kaukázusban öt részben, itt van a Balkánon, meg Itáliában legalább 8 részben, meg még valahogy ott van a Baltikumban is kb. 2 darabban, tehát ez egy kabaré ez a birodalom. Hé! Hey. Ez mi? Ez mi? Mi ez? Mi ez itt már megint? Történik. Mitől lett megint másé bodrog? Mármint a Romániában van még mindig, de az öcsémé lett valamiért a terület. A szar. Add vissza, bazd meg! Hát beszarog vagy. Hogy így lázad az uralkodó ellen, és akkor azt látod, nem tudom, most még visszaállt, jó, hát ez bizarr volt, nem tudom mi történt, de bizarr volt. Maradjunk annyiban. Nem értem, hogy mi van. Mindegy, legalább még nálam van. Ez az, ami számít. Jó. És most költöttem el egy valak pénzt, na mindegy. Tehát Zagorje, az be van claimelve, ugye? Ó, nem. Andautónia is be van claimelve, az jó. Ez remek. És te független vagy? Független vagy. Viszont a magyar király, aki nem összetévesztendő a kárpátiai uralkodóval a szövetségese. Több emberem van, de nem sokkal. Jó, várok, amíg lesz több pénzem, és akkor megtámadom. Várok, amíg lesz pénzem. Valami Bélát meg akarnak ölni, de mivel én nem Béla vagyok, hanem Humphrey, de ezért engem nem érdekel, hogy ki az a Béla, és kit akarnak megölni. Pont elébe szarom. Valamit csináljuk már a Jámbor svéd metálos csávóval, hát beszarok mindjárt, ja, jó. Aki a testvérem, vagy hát fél testvérem. Adjuk neki, hogy keressünk neki egy feleséget, aztán éljenek boldogan. Nem tudom, ki lenne a jó. Nem tudom. Itt a jól látom, akkor. Perzsa, tökéletes! Nagyon jó. Na, most viszont 5 háborút is. Na jó, most már csak 4-et. Éppen elveszít a birodalom, vagy hát a császár. Én amúgy egy elég ilyen autonóm embernek gondolom itt magamat. Szövetséget tudok kötni az öcsémmel? Aha, hát jó, kössünk el a szövetséget.
Diplomácia, negotiate alliance. Ő ugye egy powerful vassal, vagy hát erős vazallus. Ami azért jó, mert hogyha meg akarom változtatni az örökségi, örökösödési rendet vazal primogenitúrára, akkor ő már támogatja. Aki ellene van még az a romániai gróf, a kutinai akárki, meg a mohácsi gróf is. Nem tudom, hogy miért powerful. Tudjunk neki ajándékot. És szvéjeljünk. Jó, megkedveltetjük magunkat vele. Jó. Fair in Casentino. Vásár Casentinóban. Tehát Casentinóban, de tudom, meg akarják rendezni a hagyományos évi vásárt. Két helyi nemes, Nikola és Vlachu, vagy Vlachu. Egy petíciót intézett felém. Aha, jó, tehát az én nevemben akarják megrendezni ezt a vásárt. Legyen ez. Rendezzék a helyi egyház közösség nevében, aztán kész. Jó. Menjünk egy szokásos pilgrimage-re, ugye minden. Ugye Jeruzsálem 700 arany, jó, menjünk, jó, messze van. Ideális. Jó, jó, direct vassal opinion növekedett. Ami azért lehet érdekes, mert primogenitúra, na most már, ja, ugyanúgy ketten támogatnak, na de ő már közel van ahhoz, hogy meggondolja magát. Küldünk egy ajándékot, közben mindjárt a stressz levelem lehet, hogy elég magasra nő, mert önző vagyok és nem szereti a karakterem, ha ajándékokat küldözgetek mindenkinek. Jó. Pilgrimek lettünk, csodálatos. It's good to be home. Na. Hát igen, azért ezzel azért kicsit nagyobb terület a Magyar Királyság, mint az enyém, de lehet, hogy fejletlenebbek. És kevésbé gazdagok, mint én. Jó, az nem volt szép. Törpéket nem nevetünk ki, csak hogy Farquaad nagyúr, basszus. Tisztára Farquaad nagyúr. Jó, nem tudom megöletni. Vagy hát nem, törpe, kis nevű ember. Legyünk piszik. Baszki, középkor vagyunk, akkor törpe, na. Mégiscsak. Szép magyar nevet választunk a lányunknak. Aigar... nem. Melshai, legyen az. Azt tudom, hogy honnan vannak ezek a nevek. Melshai. Csodálatos. Anyut ki is jelöljük rá, hogy nevelje föl. Valaki megpróbált megfektetni. Áááá, nem így megy, haver. Nem így megy. Tartunk még egy lakomát. Kell egy kancellár. Erős vazallus, erős vazallus, erős vazallus.
Mégiscsak az öcsém a legalkalmasabb erre a pozícióra, úgyhogy őt nevezem ki. Jó, hogy állunk primogenitúrával? Egy ember nem támogat, de támogat, mert börtön van. Hát akkor... igen. Primogenitúra, na végre. Ugye így most már mindent is az első szülött, hát szerintem, hogyha lesz fiam, akkor ő fog örökölni. Ha nem, akkor a lányom fog örökölni. Na de. ezer ember tudnának felvonultatni az ellenfeleim. Én ennek nem örülök. Nem örülök. Megmondom őszintén. Csinálunk egy újabb Man at Arms regimentet, ezúttal Armored Horsemen-ekkel. Mert olyanom még nincs. Mert nem látom, itt van, jó? Jól leszopja a pénzemet, de 500 lovag az már csak elég lesz, hogy eldöntsön egy ütközetet. Betegeskedem, nagyon jó, félrekezelt ez a kontár, a kókler, vajákos, nem tudom, sarlatán, mik vannak még ilyen szavak. Sarlatán, nem tudom, egy még biztos van. Hello! Azt ott felejtsétek el, srácok! De sürgősen felejtsétek el, úgy érzem. Vagy úgy értem. Jó, meggyógyultam. Mi a faszt akartok? A baranyáért megy a... Fú, a magyarok adat üzentek és el akarják foglalni a baranyát. Jó, hát akkor... Hát akkor ezt nem fogom hagyni. Hol az uralkodó? Most itt a nagypapon a császári székhely itt van. Offer to join war. Ez nem játszunk, srácok. Megint egy így veszíteném el baranyát, mert szarnék az is, ugye, bizánci uralkodó háborújára. Nem fogjuk elveszíteni baranyát. És miért nem foglalom el Visegrádot? Ja, mert az nem vesz részt a háborúban. Oh, I see. Az ellenfél uralkodója viszont börtönben van. Mennyi ágyum van? 11? Azt hiszem, ja. Ja, Isten, már megint egy lány. Nem tudom, valaminek nevezzük el mondjuk... fogalmam sincs. Ulfildének. Jó lesz. Ulfilde. Ezeket itt lenyomom. Armored Horseman. Jó, hülyére lettek verve, és ha már itt vagyok, akkor el is próbálom elfoglalni ezt a területet. Na ja, 30 ezer, csodálkoztam, hogy miért van itt 30 ezer ember. A császár is ide jött végre, vagy hát a sah, nem császárunk van. Nem tudom, valami perzsa uralkodó rendszer került itt hatalomra, nem tudom, hogy csinálták. De mindegy, gratulálok.
Jó, úgy tűnik egyelőre, hogy már sikerül megvédenem a területeimet. Contribution to the war chest. Támogatják a háborút. Jó, köszönöm szépen, úgyis csődbe megyek. De köszönöm, igazán kedvesek. Azt kellett volna még bazdnak, hogy itt elfoglaljátok Baranya megyét. Kurva anyátokat. Szart is kiháborúzom belőletek. Meneküljé, köcsög! Jó, elfoglalok itt útközön egy-két erődet. Pont, selmecbánya, koporna, minden. Megnyertük a háborút? Meg. Megnyertük bizony. Jó, felosztottam a sereget, aztán gyűjtsünk pénzt megint. Jó, megvédtem, most figyeltem, megvédtem a birodalmamat, uradalmamat. Megvédtem, ami az enyém. És én erre büszke vagyok. Lehet, hogy ő lesz az utolsó uralkodom. Humfried Schach lesz az utolsó romániai magyar király. Hát ez nagyon jó. Tagutáj, Duklia, jó, ezek már nem érdekelnek. A Románia, az az, ami minket érdekel. Mondjuk az érdekelt volna engem, hogy 1430-as években mekkora, egy ekkora területen rendelkező földes úr hogyan tudott volna 25 ezer embert megfizetni. Én ezt kicsit túlzásnak tartom. Amúgy aztán megfigyeltem, hogy például az Imperátorban is a végjáték felé közeledve irreálisan sok embert lehet toborozni. Ahogy itt is. Tehát, mint ezeket az új címeikben annyira nem tudnák belőni itt az arányokat a végére. Most gondoljatok vele, 20 ezer ember volt az, amit az 1500-as évek közepén tudott második Lajos magyar király mozgósítani az oszmánok ellen, Mohácsnál. 20 ezer ember, és akkor egy egész országa volt, plusz még a cseh királyság. Oké, hogy szarrá volt adósodva a királyság, de na. Jó, mondjuk még ott volt Szapolyainak egy másik 20 ezer embere, de akkor is. Ez nekem soknak tűnik, nagyon soknak. Aztán csak lehet, hogy én vagyok túl szigorú itt a történelemhez, na, nem tudom, majd döntsétek el. Kell egy marsal. Ajajaj, tényleg a csoda gyerek, akit elhoztunk Görögországba. Na, menjél szépen tolnáva. Helyreállítani a rendet. Rendezzünk egy lakomát. Until next time, nagyon jó. Stavart Shirtwerk, jó, Administrator skillt összeszedtük, plusz egy diplomácia, plusz 3 Stavart Ship. Helyes. A pénzt azt szeretem. Ezt elmondhatom. De úgy látszik, csak én voltam lemaradva itt az építkezésekkel, most már visszalassultak a dolgok. Két évja. Legfiatalabb öcsémnek keresünk egy feleséget. Brieri Kerázuas, ez olyan görögnek hangzik. Ja, igen, oda is van írva, hogy görög. Összeraktam itt a dolgokat, megmutatom.
Francia, nevers, legyen ő. Mondjuk ezek itt pont. Aha, jó. Mindegy. Na, Burgundia ellen háborúzunk? Elég nagy szarban vagyunk, ha jól látom. Na most már, és az ellenfélnek, és úgy vagyunk szarban, hogy az ellenfélnek van 4000 ember összesen. Négy kemény ember. Vagy hát 4000 kemény ember. De jó van, próbáljuk meg egy újabb expedícióval külföldre. Próbálkozzunk meg. Na, gyerünk, most van elég pénzem talán végig tolni a háborút. Őket elküldöm Torinóba, ostromolni. Itt már akkor Saluzzóba. Ezt tettünk, jó, hát ez gyors volt, Burgundia nagyon szép. Menjünk haza. Ó, Istenem. Na itt van a kutyaelása szerintem, most már a construction time az föl fog gyorsulni, ha minden igaz. Aha, 5 hónapja. Gyorsult az építési idő. Na itt mi a helyzet? Meg tudnám támadni. Hát akkor támadjuk is meg, mire várunk. Nagyon kemény módon megtámadok egy börtönben ülő embert. Így képtelen a védekezésre körülbelül. Hoppá, 10 000 zsoldos, na az már annyira nem vicces. És ez szerintem ellenem van. Vagy nem? Krassó. Vagy az úgy általában egy más ilyen hadsereg? Usora, DR-ra jöttek, mindegy, nem érdekel minket. Jó, ezt elméletileg akkor... Force Demand, jó. Na, azért Románia nem ott van, ahol lennie kell, de... Na, hát azért... Én büszke vagyok erre. Csak sikerül itt a végére visszaépíteni valamit a játék elején elvesztett dicsőségből. Jaj, Istenem, már megint. Jaj, Burgundia. Jaj, Istenem, már Burgundia. Jaj. De ha most rézzelem ezt a sok embert, akkor... ugye mínuszban vagyok, de nem baj. Centralizáció. Na, Burgundia. Ó, Bulgária milyen szépen terjeszkedik itt nyugat felé. Hát, a Burgundiára gondol az ember, hát nyilván Provence, meg Katalónia, meg Szardínia jut eszébe, meg Algíria, vagy mi van itt. Hát persze, hát magától értetődik, hogy Bulgária az ilyen mindenfelé terjeszkedő szuperhatalom volt a középkorban. Hát nem. Hát jó, hát ez gyors meccs volt. Megint megnéztük Burgundiát, aztán á, szép még mindig az ország. Oda puszoztattam 20 000 embert, hogy tessék, nézzétek meg ti is Burgundia, nagyon szép ország. Ó, Istenem. Csodálatos. Nyeráljunk pénzt. De én viszont most komolyan elgondolkodom azon, hogy nyomok egy függetlenségi háborút. Egy Independence War-t. Szövetségese van. Kuba, vagy Kurdisztáni, meg valami Novgorodi
csicskák. Van azok meg érdekelnek minket. Mostantól Románia független hatalom. És ha ez nem tetszik, akkor... akkor nem tudok mit csinálni. Még így a végére gyorsan nyomunk egy függetlenséget. Ha tudunk. Az a Banja Lukában azért egy elég erős vár van, basszus. Ja, mert ott nincs egy siege weaponom, az összes itt volt? Hát akkor... na, így már mindjárt jobb. Így már sokkal jobb. Jó. Akkor foglaljuk el a fővárost, én azt mondom. Az útba eső erőtől is megszabadítjuk őket. Ja Isten, hagyjál már, nem fog konvertálni. Miért akarja még a... miért akarja még, hogy áttérjek, amikor éppen vele háborúzok? Ilyenkor mi köze van, hogy mit csinálok? Beszarok. Van még pofája, hallod. Nem tudom, kinek mondtam ezt a halladat, de van pofája, azt is. Hát takarodjál innen, haver, ez az én váram lesz. Jó, most srácok, innentől átvesszük. Jó van. Gyönyörű, amit csinálunk. Ja, nem tud velem mit kezdeni. Ez a szerencse csomag. Szerencsére. Úgy, megnyertem egy háborút. Az igen, az nagyon-nagyon hősies harc volt, mint 20 ezer emberrel legyőzni 3 embert. És még egyet kinyírtak tőlem, basszus, valakit sikerült kinyírniuk. Ki volt ez a balfasz vajon? Istenem. Ja, mert kezdő 100%-on vagyunk, jó van. Hát akkor Enforced Demands, Independent, jó, na. Függetlenek vagyunk, és akkor abban a pillanatban hűséget esküszünk Kaiser Johann Szent Római Birodalom uralkodójának. Na! Jó, köpönyek forgatók lettünk. Nem baj. Szeretünk köpönyeget forgatni, jól esik. És így azt hiszem, most már kb. Mindenkitől védve vagyok, mert szinte senki nem fog megtámadni. Van egy olyan sanda gyanú. 30 ezer emberem lehet. 70-nel jön be az arany. Lányomnak kéne egy férj. Ki lenne erre alkalmas? Ki érzi magát méltónak? Talán ő. Ekfrid Szegonjanszon. Ja. Tök mindegy, valami angol szász. Hülye gyerek. Jó. Baranya vár. Tökéletes város. Nézzük, hogy Pécsen mi a helyzet. Fullra van nyomva, nagyon jó. Lambert püspök jelenleg. Ő regnálott. Nálott. 1446-ban vagyunk, ami fura, mert így túlléptük már a... Európa Universalisnak a kezdő dátumát, nem tudom mikor ér véget ez a játék. Na mindegy. Jó, innen fogjuk folytatni. Szerintem egy elég
produktív epizódon vagyunk túl. Elértem, amit akartam. Igazából visszafoglaltam elég sok területet, és még újakat is szerváltam. Ugye a nagyon-nagyon régi eredeti birtokaimból. Úgyhogy ja, büszke vagyok magamra, nagyon erős uralkodó vagyok, úgy gondolom, úgyhogy nincs az az ember, aki az utamat tudná állni. Na, szerintem egy videó még, hát nyilván lesz, mert még nincs vége. De hogy az lesz az utolsó, vagy nem, azt nem tudom. Ha tetszett az epizód, hagyjatok rajta egy lájkot, és várjátok izgatottan a következő részt. Biztosan rohadt jó lesz. Na, én voltam, köszönöm a figyelmet, és sziasztok, találkozunk legközelebb.